Itt Bonyhádon árult a drogot a 26 éves helyi férfi, nem most először fogták el, 2017 óta többször is a rendőrség látókörébe került, volt, hogy fogyasztásért, máskor terjesztésért kellett felelnie. Saját bevallása szerint 13 éves kora óta drogozott, utoljára tavaly tartottak nála házkutatást, miután megállították az autóját, akkor kendernövényeket, növényi származékot, fehérport és tablettákat is lefoglaltak tőle. A drogok mellett a férfinál még illegális vágyfokozót is találtak a rendőrök. A jelentős mennyiségű kábítószerkereskedelem büntettének a megalapozott gyanúja terheli. Ezen kívül egy alkalommal bizonyíthatóan teljes szexuális teljesítményfokozó szert is eladott egy vevőnek, amely a magyar kereskedelemben illegális szernek minősül, ezért is vádolja az ügyészség. Továbbá járművet is oly módon vezetett, hogy szervezetében ekkor is drog állt. A férfi az elfogása, vagyis tavaly óta börtönben várja az ítéletét. A letartóztatását most hosszabbította meg a bíróság. A terhére felrólt bűncselekményekért akár 23 év börtönt is kaphatna, ám az ügyész ennél jóval enyhébb ítélettel is elégedett lenne, ha a díler beismerni a tettét. Amennyiben a vádlott beismerni a terhére rólt bűncselekmények elkövetését, úgy az ügyészség kéri azt, hogy a bíróság 6,5 év fegyházat szabjon ki vele szemben. A férfi valószínűleg az ítélet hirdetésig börtönben marad, mert az ügyész és a bíró szerint szabadlában fennállna a veszély annak, hogy megszökik az országból.